Szeretettel köszöntök mindenkit. Sopron nem egy gyönyörű bántfalvi kolostorában, és köszönöm, hogy ennyi érdeklődést mutattok a zen iránt. Igazából az a kérdés, hogy mire van szükségünk? Tehát miért jöttünk ma ide? Mi az, amiért a zen érdekel minket? Mi az, amiért rövidebb, hosszabb időt ezzel töltenénk? A zen a Buddha korából származik, a történelmi Sákyamuni Buddha korából. A szanszkrit neve ennek a meditációs formának az, hogy gyána. Ez elmélyedést, egyévválást, feloldódást jelent. Amikor ez körülbelül 1000 évvel a Buddha után átkerült Kínába, akkor egy kicsit a kiejtése megváltozott, és úgy hívták, hogy csanna. Utána lecsapták a végét, lett belőle csan, és kapott egy gyönyörűséges kínai karaktert, amelynek a koreai kiejtése son, a japán zen, az indokínai tien. De ez mindig is ugyanazt jelentette, amióta csak ráébredtünk, hogy mi emberek képesek vagyunk arra, hogy az elkülönültségünket, az elszigeteltségünket, azt a borzasztó magányt, amit az ego rabsága jelent, azt feladjuk. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint az illúzióinkat feladni, és visszatérni ahhoz a lényeghez, amelyből mi mindnyájan vagyunk. Ahhoz a szellemhez, ahhoz a látóhoz, amelyik tisztán lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, beszél, cselekszik. Csak nagyon gyakran az érzékszervekhez kötött élet széttagol minket, a reakcióink, szokásaink ettől az úttól eltérítenek, és bizony belehajszoljuk magunkat olyan szokásokba, olyan életformákba, amelyek szenvedést okoznak nekünk, magunknak, és másoknak is egyaránt. A Buddha nagyon sokféle tanítást adott, nagyon sokféle szinten. És amikor elérte a felébredést, azzal akarta kezdeni, ami a központi magva volt minden felébredésre törekvő szellemi útnak előtte is és utána is. A Buddha nem állította, hogy ő az egyetlen, ő azt mondta, hogy a buddhák sorában az egyik előtte is voltak, például Dipamkara Buddha, Kásyapa Buddha, és utána is lesznek Maitreya Buddha és a többi. A felébredés nem egy valakinek a tulajdona. Nem egyfajta vallásnak vagy kultúrának a lehetősége, ez mint út, mint lehetőség mindannyiunkban benne van. Tehát azzal akarta kezdeni a Buddha, hogy ha meg akarod érteni a világegyetem természetét, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Az a tudat, amely most benned figyel. Az a tudat, amely most benned fel akarja dolgozni, meg akarja érteni azt, amit hall, amit megpróbál összekapcsolni a mindennapi életével. De ez egy lépésben jelentette volna azt, hogy a hétköznapitól a transzcendensig megpróbálunk eljutni. És ezt nagyon-nagyon nehezen fogadták már akkor is a tanítványok, nem értették és nem látták át. Tehát a Buddha szétbontotta 4 felé. És nem a tudatnál vagy a léleknél kezdte, hanem a világnál kezdte, annál a világnál, amit tapasztalunk. És amit mindannyian tapasztalunk egy idő után, mihelyt elkezdünk egy kicsit felserdülni, hogy a világban van szenvedés. Mi ez alól nem vagyunk kivételek. Tehát a 4 nemes igazság elseje az a szenvedés ténye. A második a szenvedés oka, hogy ennek van oka. Ez nem ok nélküli, ezt okozzuk, ezt teremtjük. A harmadik a szenvedés megszüntetése, és a negyedik a szenvedés megszüntetéséhez vezető út. Nagyon sokan nyugatról nézve, akik üdvtant keresnek, puszta hitet keresnek, azt mondják, hogy a buddhizmus pesszimista. Én azt mondanám, hogy realista. Tehát ott kezdjük, ahol vagyunk. Ott kezdjük, hogy mulandóak vagyunk, hogy félelmeink vannak, hogy komplexusaink vannak, hogy megoldatlan problémáink vannak, és szeretnénk ezekkel valamit kezdeni, szeretnénk tisztán látni.
Amikor már így tekintünk a világra, és egy kicsit objektíváltuk azt, világossá tettük azt, ami történik, akkor megláthatjuk azt, hogyha kellően őszinték vagyunk magunkhoz, hogyha szenvedünk attól, akkor mitől szenvedünk. Ha bajunk van, ha problémánk van, az honnan származik. Mi ennek a megszüntetése, és mi a megszüntetés útja. És a meditáció az, amikor a bennünk látó, az a szellemiség, az a Buddha természet letisztulhat, amely által ezt a négy igazságot megláthatjuk, amely által elindulhatunk az úton. Az út pedig nem más, mint a szabadság keresése, egyben a felelősség vállalása. Tehát nagyon kevesen gondolják azt, hogy a szabadsággal egyenlő mértékű felelősség is hárul az emberre. Általában a szabadságokat keressük, lehetőleg következmények nélkül. Márpedig következmény nélküli cselekedet nincs. Következmény nélküli beszéd nincs. Következmény nélküli gondolkodás és érzelem nincs. Legfeljebb nem akarjuk észrevenni. Ezt hívjuk elhárító mechanizmusnak. Ne változzam, ne változzék az önképem, ne alakuljak át, ne szembesüljek. Amikor ez az elhárítás erőssé válik, akkor az énet fala is megvastagszik, és ekkor romlik le az életminősége. Mivel nem vállalok felelősséget, ezért nincs szabadságom sem. Ugorjunk 1000 évet. Ettől a mi helyzetünk nem változik, csak egy kicsit a történelemben előrelépünk, amikor egy Bodhidharma nevű nagy szakállas úriember, olyan Krisztus után 6. század környékén Indiából Kínába vitte a tant. És ekkor egy olyan kombináció jött létre, amely az addigra nagyon bonyolultá, kiterjedté, rendszerszerűvé vált buddhizmust ismét leegyszerűsítette, visszahozta a forrásaihoz, és ekkor a gyána, a csanna, a zen új értelmet nyert. Addig nagyon sokféle módon átadható volt a tan, és Bodhidharma is egy úgynevezett monolineáris, egy vonalon terjedő átadási vonalat hozott Indiából Kínába. Nagyon érdekes, hogy a buddhizmus és a zen közötti különbséget azt Wu uralkodóval való párbeszéde mutatja meg leginkább. Wu uralkodó már tudott Bodhidharma érkezéséről. És nagyon jó buddhista uralkodó volt, ismerte a szutrákat, sok jó cselekedetet hajtott végre, és elhatározta, hogy leteszteli Bodhidharmát. És megkérdezte. Számtalan templomot emeltem, számtalan szerzetest segítettem. Mekkora erényt nyertem ezáltal? Mire Bodhidharma azt mondta, nincs erény. Ez meglepte az uralkodót, mert a Lotus Sutrától kezdve az egyéb tanításokig az ok és okozat világos kapcsolatával ki van mondva, hogyha te segítesz valakinek, az a segítő energia vissza fog térni hozzád, hogy hol és mikor azt nem tudod, de ennek a lehetősége, az aktualitása, ez az erény. Az erény itt nem egy erkölcsi fogalom. Le lehet fordítani erkölcsiségre, de ez egy részleges dolog. Ez az energiának, az oknak és az okozatnak egy nagyon tiszta megfigyelése, hogy a segítségből segítő energia jön vissza hozzád. Tehát a második kérdés így hangzott Bodhidharma felé. De hát akkor mi a jelentése a szentiratoknak? Mire Bodhidharma így felelt. Végtelen tér, semmi szent. Ez még jobban sokkolta az uralkodót, mert ő valamint magas röptű buddhista választ várt, de csak egy zen választ kapott. És a harmadik kérdése az volt, de hát akkor ki áll előttem? Mire Bodhidharma így szólt, fogalmam sincs. Ekkor az uralkodó azt mondta, semmi közöset nem látok magunkban, távozhat. Ekkor Bodhidharma átkelt a Yangtzén, és Shaolin kolostor
közelében, egy barlangban töltött 9 évet. A 10. évben kezdett el tanítani. Ekkor 6 generáció telt el, és megjelent a 6. pátriárka, akitől a zen szétágazott, és az egyvonalú, monolineáris átadás először 5, aztán hatványozott mennyiségű iskolába származott át. De térjünk egy kicsit vissza az uralkodó és Bodhidharma párbeszédére, mert a szemetekből azt látom, hogy ugyanúgy nem értitek, ahogy én sem értettem ezt 20 évvel ezelőtt. És ez nagyon jó így. Mert Bodhidharma pontosan ezt a tudatot szerette volna az uralkodóban elérni, hogy ez tapasztalattá váljék. Emlékszünk a gyána egyéválást, feloldódást, kiegészülést jelent. És talán már tapasztaltad, hogy amíg ez ketyeg, mozog, keres, addig ez nem valósulhat meg. Amíg állandóan érzelmeket táplálunk, amíg állandóan egy elkülönült én univerzumban élünk, addig ez a feloldódás a valódi univerzumban nem valósulhat meg. Tehát mit tett Bodhidharma? Folyamatosan ebbe a pontba hozta vissza az uralkodót. Amikor ezt az ütést hallottad, nem gondolkodtál. Utána igen, mennyire lötyög ki a víz. De amikor elhangzott, hogy tá, akkor semmi nem történt, kivéve a hallást magát. A zenben ezt hívják hirtelen megvilágosodásnak, vagy hirtelen felébredésnek. Mi tehát a feladatunk? A feladatunk az, hogy tapasztaljunk meg valamit, ami az énségünknél sokkal magasabb rendű, sokkal több, de mégsem gondolat, vagy érzelem, a múlt, jelen, jövő bármely aspektusa. Csak is ebben a pillanatban, ezen a helyen, a mi lelkünkben lelhető ez föl. És ezért törekszünk, ezért meditálunk, hogy az ütés nélkül is, a mindennapi élet forgatagában is, az élet és halál szorításában is ez az igazság, ez a jelenlét világossá és tarthatóvá váljék. Mi kell ehhez? Ehhez munka kell, ehhez gyakorlás kell, ehhez befektetett energia kell. Kívülről ezt nem várhatod. Kívülről nem kaphatod. De van valami, ami a hagyománynak a hármas egysége, amely segíthet mindannyiunknak, mert egyedül nem megy. És ez nem csak a Bohóc filmből van így. Ez az egész világ működésére igaz. Ez a hármas egység tehát a Buddha, a tanító, a Dharma, a tanítás, és a Sangha, a tanítványok közössége. És ha megnézed, a színházaktól kezdve a sportegyesületekig, az iskoláktól kezdve a hadseregig minden így működik. Van egy valaki, aki az egészet képviseli. Van egy működés, egy tanítás, egy etika, egy moralitás, ami szerint az egész működik, és van egy közösség, egy csapat, egy sereg, egy társulat, amelyik ezt átéli, megtestesíti. Úgyhogy sohasem vagyunk egyedül. De az erőfeszítést nekünk magunknak kell megtenni. És a 6. pátriárka ezt számunkra nagyon-nagyon megkönnyítette. Ő egy nagyon érdekes személyiség volt. Apja nagyon korán elhagyta a családot, édesanyjának magas szintű munkája nem volt, úgyhogy ő serdülő korától kezdve felment a hegyre, tűzifát vágott, eladta a piacon, és ezáltal támogatta édesanyját. 17 éves volt, amikor a piacon, a fa árulása közben egy zen szerzetest hallott, aki a Gyémánt Szútra egyik nagyon fontos sorát recitálta, amely így szólt. Ne ragaszkodj semmihez sem, ami a tudatban fölmerül. Ha ezt az utat járod, ebben az életedben meg fogsz világosodni. Amikor ezt meghallotta, tényleg kitisztult a tudata, és megkérdezte a szerzetest, hogy idősebb testvérem, hol gyakorolják ezt a tant? És akkor az 5. pátriárka kolostorába be is lépett, és
még mielőtt szerzetes lett volna, csak szolgált, azelőtt az ötödik pátriárka egy versenyt hirdetett. És a verseny így szólt, mindenki demonstrálja megértését és a darmában való jártasságát azzal, hogy egy költeményt ír föl a falra, a kolostor egyik falára. A hatodik pátriárka írástudatlan volt. Csak hallásból értette meg a kínai karaktereket, akkor az írásbeliség egy nagyon szűk elitnek a privilégiuma volt. Úgyhogy a szerzetes vezető Shen Xiu felírt egy nagyon-nagyon mély költeményt a kolostor falára, amely így szólt. A test a bódhi fája, a tudat a tiszta tükör állványa, nem szűnően tisztítsd, ne hagyd, hogy rárakódjék a por. És mindenki tapsolt, hogy milyen gyönyörű, biztos, hogy ő lesz a hatodik pátriárka. És Hui Neng, aki akkor még szerzetesen volt, csak koreaiul Hengja, növendék, megkérte a szerzetes társakat, hogy ugyan már fordítsák ezt le neki, tehát mondják, olvassák el ezt neki, és amikor meghallotta, akkor azt kérte, hogy hadd írjon föl ő is segítséggel egy költeményt a falra. Teljesen meg voltak döbbenve a szerzetesek, hogy hogy jön ahhoz valaki, aki még csak a rizshántolóban dolgozik, hogy egy ilyet megkíséreljen, akinek még avatása sincs, még szürke ruhája sincs, semmiféle elérése látszólag nincs. Hát hogy gondolta ezt? És a hatodik pátriárka költeménye így szól. A bódhinak nincs fája, a tiszta tükörnek nincs állványa, eredetileg semmi sincs, hol a por. Ezek után megkapta a tant, megkapta a dharma átadását, és értelemszerűen menekülnie kellett, mert az ambiciózus versenytársak ezt nem bírták, és nagyon keresték, hogy hol van, ki ő, és hogy esetleg hogyan lehetne kárt tenni benne. Úgyhogy ő nagyon gyorsan elmenekült, viszont utolérték. És az átadás szimbóluma egy olyan ruha, ehhez hasonló kasa volt, csak más színben, és egy tál, amit a Buddha idejéből hagyományoztak pátriárkáról pátriárkára. Ezt letette egy sziklára, amikor látta, hogy utol fogják érni. Elbújt, és várt. Az üldözője, aki egy volt katonából avanzsált szerzetes volt, Hémjang, megpróbálta gyorsan megragadni ezeket a relikviákat, de valahogy nem ment. Hogy mi akadályozta meg, ezt nem tudjuk. De nem sikerült fölvenni a szikláról ezeket. Ekkor megszeppent Hémjang, és megkérte Hui Nenget, fiatalabb testvérem, gyere elő, nem bántalak. Hát nem tudom, melyik ötök jött volna elő erre, de Hui Neng előjött, és megkérdezte Hémjangot, mit kívánsz? Erre azt mondta az üldözője, nem a tálért jöttem, nem a ruháért, a kasáért jöttem, az igaz tanításért jöttem. Mire Hui Neng megkérdezte? Amikor nem gondolsz jóra és rosszra, akkor milyen az eredeti arcod? Ezt hallva Hémjong elérte a felébredést. És visszakérdezett, van-e más titkos tanítás, amit az ötödik pátriárkától kaptál? Azt mondta Hui Neng, nincs. Ez teljes és hiánytalan. Akkor hadd legyek a tanítványod, mondta Hémjong. Mire Hui Neng, ha ilyen tudattal bírsz, akkor mindnyájan az ötödik pátriárka tanítványai vagyunk. Ez az első olyan megnyilvánulás, amikor láthatóan egy paradox kérdést tesznek föl egy embernek, ezáltal eléri a felébredést, és a megnevezhetetlent tapasztalja, a nem tudhatót átéli, tehát egyéni gondolat, érzelem, beszéd és cselekedet nélkül egyé vált
ez a gyánának, a zennek, a csannak a célja, és ez volt egy kardinális pillanat a történelemben, amikor ez megtörtént. De számtalan ilyen van. Az eredeti arc, az az eredeti tudatod. Az a valami, ami mentes élettől és haláltól, ami nem születik és nem hal meg. A 6. pátriárkától aztán legyezőszerűen szétágazik a zen, ötféle iskola jelenik meg, ebből az egyik 400 év után megszűnt, de az összes többi tovább élt és további variációkat hozott létre. A 6. pátriárka idejéből került át a zen Koreába, és maradt meg az a tanítás, amit ő tanított a hegyek között, a konfuciánus dinasztia komoly mosolyszünete alatt, ami 500 évig tartott, és nem engedtek zent tanítani a városokban, csak a hegyekben. Miért? A szellemi szabadság egy bizonyos mértéken felül túl sok. Az uralkodó osztály nem szereti azt, amikor az alárendeltek túl sokat gondolkodnak, látnak, és szellemileg önállósodnak ezáltal. Miért? Mert autonommá válnak, és ezt a fajta autonómiát fölülről sokkal nehezebb kezelni, mint akiket nagyon könnyen lehet irányítani a gondolataikon és az érzelmeiken keresztül. Ez nem csak a konfuciánus Yi vagy Choson dinasztiában volt probléma, ez a világ szinte minden részén, minden korszakában probléma. Az igazi kérdés, hogy te ennek a problémának melyik oldalán állsz. És itt nem a tudat leszűkítésére gondolok, sokkal inkább a tudat kiterjesztésére és kinyitására, hogy elvállalod-e a saját kérdéseidet, elvállalod-e a saját problémáid megoldását, vagy valaki mástól, valakiktől várod ezt kívülről, fölülről, oldalra. Tehát a szellemi önállóság és a belső cselekvési képesség az nagyon is egytőről fakad. És a látás útján csak is saját erőfeszítésünkből mehetünk előre. A tapasztalatot csak magad szerezheted meg, de ahogy mondtam, ebben nem vagy egyedül, ebben már nagyon sokan jelen vannak és segíthetnek. És a bevezető végezetéül azt a fajta gondolatot szeretném megosztani veletek, hogy amikor a paradox a gondolkodást megállítja, mert érzed, hogy gondolatokkal nem tudod megoldani, akkor a tudatnak a határai, a korlátai elkezdenek szépen csökkenni, vagy le is omlanak. Mert érzed azt, hogy itt olyas valamivel állsz szemben, amit tudással nem oldhatsz meg, csak az egyévválás tapasztalatával. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor az öreg halász, aki már annyit halászott, hogy a tenger szinte összes halából már fogott ki, egyszer csak rájön, hogy akármennyit halászik, a tengert soha nem fogja ki. És egy idő után már nem a hal kell, nem a konklúzió, a logika, a különböző gondolatok, kogníció által legyártott bölcsességek kellenek, hanem az az egész, ahonnan ez jön. És a tengert hálóval soha nem fogod ki. Gondolkodással a világ teljességét soha nem éled át. Tehát mit kell tenni ehhez? Le kell tenni a hálót, le kell tenni a horgászbotot, le kell mondani arról, hogy te halad fogsz, és be kell ugrani a tengerbe. Ekkor megtapasztalod a tengert. Ekkor egyé váltál a tengerrel. És azért hallottatok most olyan történeteket, ahol a vége úgy tűnik a gondolkodás számára, mintha egy falba ütköznél. De valójában ez nem fal. Ez egy kapu, amit még nagy részünk nem nyitott ki. Ez a nem gondolkodó tudat, a nem dualisztikus tudat, az önzetlen együttérzés tudatának a kapuja. És ne is várd azt, hogy ezt ebben a pillanatban megteheted. Hogyha gyakorolsz, hogyha elvállalod azt a feladatot, ami magadban van, amit nem kívülről kapsz, ami a saját kérdéseid, a saját problémáid megoldását jelenti a saját belátásoddal, akkor ez a kapu természetszerűen kinyílik. Ha kívülről várod, hogyha kész megoldást szeretnél, hogyha előre rakott definíciókkal szeretnéd kikövezni ezt az utat, akkor a zen nem lesz a tiéd.
ez a fajta tapasztalás azt a fajta elengedést, közelítést kívánja, amely minden keletkezettet úgy lát, ahogy van. Megjelenik, itt van, és eltűnik. De van valami, ami ezt az egészet látja, és nagyon mélyen teremti. Ennek a tapasztalata az, amit útnak nevezünk. Ennek a lényegnek. Az igazi kérdés, amit a szemetekben is látok, hogy akkor ezzel most mire menjünk, tételezzük fel, hogy a halászháló helyett ugye beszeretnék ugrani a tengerbe, nem esznek meg a cápák? Nem fognak a polipok megfogni? Nem akadok bele a hínárba? Kijutok a túlsó partra, vagy vissza tudok menni a csónakba? Ne feledjük el, hogy ha visszatérsz a gondolkodás elé, az én alkotás elé, ha meghaladod az egoitás korlátait, akkor azt a lényeget tapasztalod, ami bennünk ugyanaz, és minden jelenségben ugyanaz. Ennek nincs neve és nincs formája. Tehát ettől baj sem érhet téged. Ami nem keletkezik és nem szűnik meg, az nem úgy működik, mint amire ti konvencionálisan esetleg gondoltok, hogy egy másik entitás, egy másik létállapot, egy másik világ. Itt nincs másik. Itt az a határ van, amit magad és a világ közé raktál, és amikor ez elmozdul, megszűnik, akkor az egyéválás tapasztalatában nincs én és más. Ha ezt lefordítod a hétköznapokra, mit tehetsz? A legelső és legfélelmetesebb dolog, hogy tökéletesen átérezheted egy másik ember lelkét. Ez félelmetes. A másik, hogy teljesen tisztán láthatsz és bölcsességgel, nem dualisztikus gondolkodással megoldhatsz problémákat. Honnan tudod, hogy megoldottad? Mert nem termelődik újra. Ha újra termelődik a probléma, akkor csak látszólag oldottad meg. Tehát a helyes helyzetfelismerés, a megfelelő kapcsolatteremtés és a helyes cselekedet az ezen a térszerű, tükörszerű, tiszta, éntelen tudaton múlik. Ez olyan, mint egy tónak a tükre. Ha a jó és a rossz között állandóan pulzáló tudat, ha az én és a más, az akarom és a nem akarom között állandóan lüktető tudat hullámokat kelt a tó felszínén, akkor a tudatod nem tiszta. Nem lát tisztán. Amit akar, azt igyekszik bevonzani, amit nem akar, azt igyekszik taszítani. És amíg nem látok tisztán, addig nem is oldhatom meg 100%-osan a problémáimat, amit itt már ebben a teremben mindenki tapasztalt. Hogy mi az, ami únosuntalan megjelenik, ami mindig visszatér. És nézd meg, ezek nem az anyagi világnak elsődlegesen az ismérvei, hanem az emberi kapcsolatoké. Mi az, amiről szinte minden este a konyhaasztalnál beszélni kell? Vagy legalább hetente párszor? Ami nem tűnik el, ami mindig ott van két ember között, vagy több ember között. Tehát ha ezeket tisztán látjuk, ha együttérzéssel és nem dualisztikus, nem ellentétekre alapozott bölcsességgel oldjuk meg, akkor egy más, minőségibb életet tudunk élni úgy, hogy kívülről semmi különbség nem látszik. Ugyanúgy nézel ki, ugyanazt a munkát végzed, még esetleg ugyanabba a társaságba is jársz, de benned belül van a változás. Elérkeztünk arra a pontra, amikor szilárdan hiszem, hogy amit én mondok, az már kevésbé lesz érdekes, mint amit ti kérdeztek. Hát kinek van kérdése bármivel, a zennel, az úttal, az élettel, a világgal, bármivel kapcsolatban? Vagyok, és az a kérdésem, hogy az együttérzést hogy lehet fejleszteni? Mert az nincs. Nincs-e? Mitől nincs? Ha van, akkor hogy lehet fölismerni? Tehát a fölismerés hogy van, és ha megtalálom, hogy lehet fejleszteni? Abból induljunk ki, ami most van. Azt mondtad, hogy nincs. Azt mondom, hogy nem biztos, hogy jelen van a világban. A világot nem tudjuk megjavítani, de te magadon tudsz változtatni. Ez innen indul.
Ha én azt akarom, hogy a világban együttérzés legyen, akkor előbb-utóbb együttérzés bombákat fogok szórni az együttérzéstől ugye mentes területekre. Ez így működik. Ha kívülről akarom megoldani. A kérdés az, hogy ha megtalálom az együttérzést, vagy egyáltalán hogy keresem meg, mit jelent az, hogy együttérzés, és ha megtalálom, akkor ezt hogy lehet fejleszteni? Hogy lehet törekedni rá? Akkor induljunk innen. Tehát az együttérzés alapból az, hogyha szomorú vagy, akkor én is tudok szomorkodni veled. A cselekvő együttérzés ezután, hogyha szomorú vagy, akkor meg tudlak vigasztalni. Érzelmi intelligenciával kezdődik, és egy másik lélek teljes átérzésével és átlátásával folytatódik. Teljesen bele tudom magam helyezni a saját helyzetedbe, és hogyha ez kölcsönös, akkor ennek megszabadító ereje van. És azért nem lehet ezt a világban objektív eszközökkel létrehozni, mert ennek a forrása a lelkünkben van. Tehát nincsen titkos együttérzés raktár, amit kinyitok, és abból kiadagolom. Ez egy kicsit szelidebb hasonlat, mint az együttérzés hadművelet. De hogyha ez külsődleges eszközökkel elérhető lenne, akkor ezt már rég kitalálták volna. Tehát magunkon kell kezdeni, a falamat kell lebontani, a véleményeimet kell hátrahagyni, és amikor a saját dualisztikus tudatomtól megszabadultam, amikor a saját énségem kötelékeit lebontottam, akkor az együttérzés spontán megvalósul. Tehát külön törekedni rá, mint egyfajta abszolút eredmény, eléggé rossz eredménnyel jár. Engedjük azt, hogy a szellemi gyakorlatunk természetes folyamánya és mellékhatása legyen. És akkor nem én csináltam. Ha én csinálom, az nem együttérzés. Ha áthat, ha megengedem, hogy legyen, ha az egyéválás tapasztalatából következik, akkor az. És ebből következik az, hogy ha valaki éhes, enni adok neki, ha valaki szomjas, akkor inni adok neki. De ezt néha annyira nem látjuk, hogy ha valaki éhes, akkor azon nyomban egy hatalmas nagy pohár vizet akarok letölteni a torkán, és hogyha szomjas, akkor pedig egy hatfogásos vacsorát akarok neki adni. Tehát ennyire félreértjük a másikat. Ennyire nem látjuk át, hogy valójában mit szeretnénk. Ő is, ők is, meg mi. Jó? Tehát az együttérzés az egy természetes mellékhatása a gyakorlatunknak, a meditáció tényéből és aktivitásából következik, csak úgy, mint a nem ellentétes gondolatokon alapuló bölcsesség. Mondok egy példát. Ha azt mondom, hogy az ég kék és a felhők szürkék, vagy fehérek, akkor ezt elég könnyű fölfogni. De azt mondom, hogy az emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy a kék ég jó, és a szürke vagy fehér felhők rosszak, akkor ez egy nagyon-nagyon szokásos, meg szokványos gondolkodás. Fordítsd ezt le a mindennapok tényeire. Tehát hogyan látom a világot úgy, ahogy van, kellő megkülönböztetéssel, de diszkrimináció nélkül. Tehát úgy látni a maga olyanságában, vagy ilyenségében a dolgokat, az embereket, ahogy mi vagyunk, anélkül, hogy diszkriminálnék. És jóval és rosszal egyéni véleményalkotással torzítanám el a valóság és a világ tényeit. Tehát ez az együttérzés és a bölcsesség, amit muszáj mellé tennünk, az a helyes gyakorlatból következik, amely egy tiszta, tükörszerű tudatot eredményez, amely a világot úgy látja, ahogy van, magunkat is beleértve. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy volt szó a jelenlétről. Uh-huh. Honnan tudom, hogy jelen vagyok? Abban, amit csinálok. Onnan, hogy nem követsz el hibát. A hibák 99%-a onnan származik, hogy nem vagy jelen az adott pillanatban. Ha elkezded magad ellenőrizni, minősíteni, ha gondolatokból raksz egy réteget, vagy érzelmekből raksz egy mázat rá, azon nyomban leválsz a pillanatról, leválsz a cselekvésről, a beszédről, és azon nyomban hiba következik be. Nincs hiba, jelen vagy. De a hiba az nem egy dualisztikus gondolkodás már, mert minősítem a dolgot, hogy ez hiba, vagy nem hiba. Nem. A tisztánlátás az megmutatja, hogy mi az igazi hiba, és mi az, amit esetleg annak szeretnék látni, de nem az. Itt ülünk most egy kolostornak a tetőterében. Eredetileg ugye keresztény kolostornak készült.
Én arra volnék kíváncsi, jó magam Jézus tanítását igyekszem követni és megvalósítani az életemben. Nem úgy, ahogy általában az egyházak mondják, hanem úgy, ahogy én erre a felismerésre jutottam. Meg szeretném kérdezni, hogy a zen tanítói között létezik erről valamiféle ismeretanyag Jézus tanításáról, vagy beszélnek-e róla, illetve érdemesnek tartják-e arra, hogy foglalkozzanak vele? Publikusan azért nem foglalkoznak vele Ázsiában, mert az elmúlt 50-60 évben a nyugati kereszténység beáramlása akkora méreteket öltött, hogy ennek a kinyilvánítása, hogy ők mit gondolnak Jézusról, azt hiszem, hogy ellentéteket szülne. Viszont mivel sikerült 6 évig Koreában élnem, ezért szerzetesektől, illetve tanítói státuszban lévő szerzetesektől elég sokat hallottam arról, hogy ők mit gondolnak Jézusról. Azt kell tudni, hogy mélységesen tisztelik, egy nyugatra visszatért bodhiszattvának tartják, aki a megvilágosodott együttérző tudatot hozta el nyugatra. Tisztában vannak nagyjából azzal a processzussal, ami az ő kálváriája, és amivel a nyugat nem nagyon van tisztában, azzal keleten igen, hogy körülbelül 18-19 évig ugye nem volt jelen Palesztina területén, és azt nagyon valószínű, hogy Kasmírban, Ladakban, Észak-Indiában töltötte. Úgyhogy ezzel ők nagyon tisztában vannak, és ami a jézusi tanításokat illeti, nagy részük nem tartja különbözőnek egy alapos, jól kidolgozott, megvilágosodott Mahajána tanításnál. Úgyhogy teljesen beilleszthetőnek vélik ezt, és hangsúlyozom, ez teljesen különbözik a nyugati interpretációtól, legyen a szervezet egyházi, vagy akár valami egyéni, ami az adott kultúrából és történelemből következik. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm csak. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezt az egész tanítás, a zen tanítást, ezt hány éves kortól lehet gyakoroltatni a gyerekekkel? Azért kérdezem, mert én csecsemőgondozó nőként, óvónőként és gyógypedagógusként dolgoztam, és a zen tanítása közül az ragadott meg legjobban, ahogy én, ha jól értettem, az egymásra figyelés. Általában a zennek és a buddhizmusnak a tanítása, amit itt hallunk, az egy nagyon felnőtt műfajnak tűnik, és ez így is van. De az nem jelenti azt, hogy ne lehetne lefordítani korábbi vagy korai korcsoportra, fiatalabbaknak. És ilyenkor a legfontosabb a játék. De nem valamilyen vagy akármilyen játék, hanem az, ami a figyelmet azt élesíti, erősíti, amely az egymástól való függés, vagy az egymásra utaltságot nyilvánvalóvá teszi, amely az energiákat kiegyensúlyozza, ami kifejleszti az együttérzést és a helyes gondolkodást, és ebből rengeteg van. Hát ezt a drámapedagógusok ilyen vastag könyvben leírták, és ilyen 2-3 éves korcsoportokba rendezték, hogy 5-től 8-ig mennyit, 8-tól 11-ig mennyit. Módszertan, mint a tenger. Tehát nem tudom 14-16 év alatt leültetni a gyereket, mert nem fog tudni 20 percet végülni meditációval, nem tudja, mire jó, és pont az ellenkező hatást érem el vele. Tehát ahhoz, hogy ő valaha rálépjen az útra, rá kell vezetni, és nem rátenni. Ez más. Tehát az a szép, hogy a gyerekek kíváncsiak. A gyerekekben rengeteg kérdés van. Tehát nekünk semmi más nem kellene megtenni, ugye? Hogy megválaszoljuk a gyerekek kérdéseit. Ez a szellemi nevelés. És a szellemi nevelésbe beletartozik az, hogy a kérdéseket a legmagasabb szinten próbáljuk meg megválaszolni, de hogyha magunk számára nem válaszoltuk meg magas szinten, akkor ezt a gyerekek számára sem tudjuk. És amikor ők fölteszik a kérdéseket, akkor jövünk rá, hogy hűha, hát e fölött átsiklottam, vagy nem is gondoltam rá. És akkor egy rádöbbenés, hogy erre a gyerek még érzékeny? Hát persze, hát alig töltött itt időt, pár év csak. Úgyhogy korcsoport szerinti játék, figyelemgyakorlás, a tudat összpontosításának a gyakorlása, térben
megnyilvánuló, tehát nem csak kognitív játékok, hanem térben és interaktívan megnyilvánuló játékok. Rengeteget lehet velük fejleszteni, segíteni, és nem kell tudni azt, hogy mi ezt egy zen szemléletből tesszük. Tehát a gyereknek nem buddhizmus vagy zen kell, a gyereknek egy felébredett világos út kell, és ehhez egy jól képzett pedagógus, nagyon jó tananyag, megfelelő közösség ez. És hogyha valamikor meditációs szakkörre lenne igény, akkor majd elkezdenek meditálni, de 14-16 alatt kevés kivételt tekintve nem fog leülni. Tehát amikor egy mélyebb kérdés, vagy egy serdülőkor során egy nagyon komoly érzelmi probléma megcsapja, akkor lehet azt mondani, hogy na, kisfiam, kislányom, most látom, hogy baj van, kell-e segítség? És amikor elfogadja, akkor lehet megtanítani egy picit mélyebben, hogy a lélek hogy működik, az érzelmeink hogy működnek, a gondolataink hogy működnek, a test és a lélek között milyen a kapcsolat, a szellemnek a látása, a buddha természet funkciója, micsoda, de ez túl korán nem szabad, mert ösztönösen védekezik. És ez a védekezés vastagítja a falat, és később meg nehezebb dolgom lesz. Jó? Egyéb kérdés? Szeretnék azzal kapcsolatban kérdezni, hogy mondtad, hogy elsősorban az emberi kapcsolatainkban, illetve hogy arról beszéltél az elején, hogyha az emberi kapcsolatainkban, konkrétan gondolok a párkapcsolatra, az egyik fél magáévá tudja tenni ezeket a tanításokat, illetve elindul az úton. Viszont nyilván csak magunkon tudunk változtatni, és valóban igaz, hogy azáltal változik a környezetünk, vagy a kapcsolataink, a kapcsolatunk. De hogyha úgy érezzük, hogy ez nem megy, akkor azért is kérdezem, mert a környezetemben rengeteg ilyent látok, és legtöbbször az a vége, hogy külön válnak az utak. Tehát, hogy milyen módon lehet ezt valahogy úgy bevinni az emberi kapcsolatainkba, hogy ne az legyen a vége, hogy jó, hát akkor én befeszítek, úgy, mint ahogy mondtad, akár egy kisgyerek is az a másik fél, mert nem érti meg, vagy nem szeretné. Tehát, hogy lehet ezt így a mindennapokba? Nagyon fontos az, hogy a másik embert, nevezzük most a párodnak, csak így az egyszerűség kedvéért, ne traktáljuk itt ilyen transzcendens nézetekkel. Rontja az esélyeket. Inkább hintsük be az otthon szentséges terét egy olyasféle együttérző és feltétel nélküli szeretettel, olyan transformatív erővel bír, hogy az páratlan. Tehát attól, hogy elfogadtam olyannak, amilyennek, első lépésként, hangsúlyozom, első lépésként, egy olyan teret hoztam létre, ahol az illető otthon érzi magát, biztonságban van, és bizalmat fejleszt ki. Tehát ez a bizalom az, ami a legszélesebb híd. Tehát ha te valami idegen vallásbeli dolgot csinálsz, hazamész, kinyitod a könyvet, elétesz, egy drágám, hát ez olyan fantasztikus. Micsoda? Mit csinálsz te? Mi lehet? És akkor megszűnik a bizalom, van egy kétség, van egy távolságtartás, mert nem az eredményt, a gyümölcsöt tetted az asztalra, hanem egy idegen erdőbe vitted el. Úgyhogy ne ezt, hanem inkább azt, hogy nagyon-nagyon masszív türelemmel enged, hogy az új érzelmi tér, az a fajta szeretet, amiről beszélünk, az átalakítsa a párodat, ugyanis ez egy megkerülhetetlen lépés. A szeretet forrósága és heve a legkeményebb kohó. Ebből olyan elképesztő változások lehetnek, ha hagyod, ha hiszel benne, ha engeded érvényesülni. És akkor megvalósul az, hogy a szeretet feltétel nélküli, de az együttélésnek feltételei vannak. Na, ha ezt a kettőt egyensúlyban tartod, akkor azt is látja, hogy nem lehet csak úgy ezzel úgy játszani, vagy kihasználni, hanem megvan ez a szeretetteli, bizalomteli biztonságot, intimitás jelentő tér, mert ez feltétel nélküli, de ezt lefordítva mindennapi életre, annak már szabályai vannak. És ekkor tudtok együtt menni úgy, hogy te pontosan tudod, hogy milyen zenére táncoltok, a másik pedig követ téged. Nem biztos, hogy hallja. Nem biztos, hogy belép abba a szellemi térbe. De az eredményét tapasztalja, a gyümölcsét ugyanúgy megízleli, mint te. De ne
akart közös nevezőre hozni gondolatilag. Mert nem úgy gondolkodik, mint te. Ha jó esetben úgy érez, mint te. És akkor, hogyha elviseled, hogy másképp gondolkodik, ha elviseled, hogy az autonómiáját mindig meg kell, hogy tartsa, akkor ebben a közös térben ti közösen együtt tudtok létezni. De ha azt akarod, hogy igazat adjon neked, úgy lássa, hogy te látod, explicite fogadja el, akkor előbb-utóbb gubanc van. Előbb-utóbb távolságtartás van, és akkor elindul ez a gyönge széttartás. De ezt pontosan tudjuk, ez olyan, mint amikor a kőbe egy lyukba beleteszel egy fát, és szép lassan elkezded öntözni. Úgy szétrepeszti a követ, mint a szél. Tehát vigyázzunk ezzel, jó? Egyéb kérdés? Az ember az én meglátásom szerint nem feljebb való egyetlen más élőlénynél sem. Ugyanúgy hatással vannak ránk, és ugyanúgy érvényesek ránk a természet törvényei, mint az összes többi élőlényre a Földön, és nem vagyunk különbek se a fenyőfáknál, se a cápáknál, se a pókoknál, semminél sem. És ugyanakkor azt tapasztalom, hogy a szenvedés az minden életformában jelen van. Múltkor például láttam, amint egy imádkozó sáska elevenen falt fel egy szitakötőt. És az ember miért gondolja azt, hogy a szenvedés az az életnek nem természetes velejárója? És ettől miért akar megszabadulni? Illetve miért kell neki megszabadulni? Miért nem tudja esetleg elfogadni mind az élet velejáróját? A miértet átalakítanám, mert nem hinném, hogy hiteles választ lehetne adni rá. Én a hogyanra szeretnék inkább áttérni, hogy mi emberek hogyan létezünk ebben a testben. És egy picikét az vissza fog utalni arra, amit kérdezel, kiterjesztvén azt a mentális horizontot, amelyet ma itt nyitottunk. Tehát az a legérdekesebb, hogy mi emberek beleszületünk ebbe az elképesztően mulandó, függő és tökéletlen testbe. Erre nem csak, hogy rálátunk, és nem csak, hogy minősítjük, hanem mindemellett szeretnénk öröklétet, tökéletességet, és teljes szabadságot és függetlenséget. Tehát egy elképesztően paradox lénycsoport az ember. Erre a paradoxra van felfűzve a szenvedés íve, hogy tökéletes akar lenni, de nem tud. Független akar lenni, de nem tud. Ki akarja élni teljes szellemi, érzelmi, karmikus tárházát, hogy megvalósítsa önmagát, és nem tudja. Tehát ha lefordítod ezt az emberi élet működésére ezen a bolygón, valahol mindenki törik. Valahol mindenki átéli a válságot, akár a dantei életközép válsága, akár pusztán a halál kapuján való átmenet. Azt nem szerette senki. Tehát, ha azt nézed, hogy a valódi elérhető cél ezen a nagyon kemény bolygón micsoda, az az, hogy te változol. Nem maradhatsz ugyanolyan. Kitűzhetsz gyönyörű, magasztos célokat. És az arra való törekvés, az azokhoz való lojalitás megváltoztat, mert látod, hogy hogy lehet, és hogy nem lehet. Mi az elégséges, és mi a túlzás. Mi az, ami működik, mi az, ami működésképtelen? Mi az, ami társas, és mi az, ami elszigetelt? És ezeknek a belátása elkerülhetetlenül az egóképet, az önképet teljesen átalakítja, jó esetben el is veszi. Egyéb kérdés? Köszönöm. Egy gyakorlati jellegű kérdésem lenne. Koganokról szeretnék hallani egy pár szót, hogyha lehetne. Természetes. A koan eredetileg egy olyan paradox helyzet, amit egészlegesen, helyesen nem tudsz gondolkodással vagy érzelemformálással megoldani. Nem lehet dualisztikus tudatból helyes választ adni rá. Mondok egy példát, aztán majd szépen visszamegyünk ennek az eredetéig. A 10 000 jelenség visszatér az egybe. De hová tér vissza az egy? Ez nem Buddha, és nem tudat. Akkor mi?
Nagyon helyes. Mindenkinél megállt a ketyegő. Tehát a kornak az első hatása az, hogy megállítja a gondolkodás, hogy ránéz, hogy nem tudom. Vagy. Az egész világegyetem lángokban áll. Minden atomja ég. Milyen meditáció menthet meg a megégéstől? Nagyon szép ez a csend. Ez gyönyörű. Tehát a koannak az a dolga, hogy elsősorban megállítsa azt az állandóan ketyegő, forgó-morgó, órarugó gerincű felpattanót, amit kognitív gondolkodásnak nevezünk. És valahol megbékítse azt a szívet, amiben annyi békétlenség van. Tehát paradox helyzetek, gondolati lehetetlenségek, és mégis van rá válasz. Csak ne itt keressem, és ne itt keressem, hanem egy sokkal mélyebb, sokkal alapvetőbb, tiszta tudatban keressem. A tudat által megtervezett paradox történet, amelyet, hogyha megválaszolsz, eljutsz arra a szintre, amely az a tudat volt, amelyik azt megtervezte és létrehozta. Az intuitív tudat tréningje, tesztje, mélyítése, bővítése, az mind koanok által képzelhető el, de nem csak koanok által, hanem olyan válsághelyzetek által, amelyeket meg kell oldanod. A koan az egy nagyon jó szimulátor, egy olyan válsághelyzetet veszel magadra, amely nem a mindennapi életben, hanem pusztán a szellemi gyakorlatodban jelenik meg. Ezzel a valós válságokra készülsz fel. Például, Zhou Zhuzhen mester meglátogat két remetét, és megkérdezi az egyiket, elérted? A remete felmutatja az öklét. A zenmester azt mondja, itt sekély a víz, nem maradhatok. Elmegy a másik remetéhez, és azt is megkérdi, elérted? Az a remete is felmutatja az öklét. Zhou Zhuzhen mester meghajol előtte, és azt mondja, birtokában vagy a legmagasabb rendűnek. Miért fogadta el Zhou Zhuzhen az egyik választ, a másikat pedig nem? Elkezdesz körben forogni a két remete körül, mint a farkát kergető kutyus, és soha az életben, amíg gondolkodsz, nem fogod megtalálni a választ. Tehát a koan leszoktat az állandó diszkúzív gondolkodásra, ha kell, gondold át, ha nem, akkor ne. És megadja azt a lehetőséget a tudat tiszta terében, hogy ha nem gondolati úton kell megválaszolnod, akkor ne úgy. Ez eddig egy eléggé tisztes koangyűjtemény volt, most egy kicsikét felcsavarjuk a nyomást, és egy ilyen a tízes skálán egy ötöst. Xiang Gong Zen mestert megkérdezték, hogy mi a zen. Azt mondja olyan, mint amikor valaki megkötözve lóg egy fa ágáról, nem tud mozdulni, csak a fogával tartja magát. Oda jön valaki a fa alá és megkérdezi, miért ment Bodhidharma Kínába? Ha az illető válaszol, akkor lezuhan és agyonzúzza magát. Ha nem válaszol, akkor a fa alatt álló zenmester lelövi, mert nem teljesíti a kötelességét, mint zentanítvány. Te vagy fönn a fán. Hogy maradsz életben? Mindezekre van válasz, de az nem ez. Tehát az a szerencse, hogy itt úszkve majdnem 15 éve zentanítói tevékenységem során akárhányszor az előadáson megkísérelték ezeket megoldani, ez mind csődöt mondott, de ez inspirációként szolgált a megszólalónak. Miért? Mert ő megkísérelte. Úgyhogy a koan eredetileg azt jelentette, hogy közokirat. És a közokirat az úgy működött a fénymásolók hiányában, hogy amikor másolatot készített róla az írnok, az eredeti mellé tették, itt van a két széle, és rátettek egy pecsétet, ami szépen egyenletesen eloszlott a két szélen. Ezt levitték a rendeltetési helyére, és ha bármiféle eredetiség probléma merült fel, akkor visszahozták, az eredeti mellé tették, és hogyha egy egészet alkotott a pecsét, akkor minden rendben volt. A koannal is ez van, hogy a kérdés és a válasz alkosson egy egységet. A mester tudata és a tanítvány tudata alkosson egy egységet. A világ és az egyén alkosson egy egységet. Az ember és a csoport alkosson egy egységet.
És a koanok nagyon jó gyakorlatok, mert itt annyit hibázol, amennyit akarsz, és nem megy tőle gajra az életed. Az életválságodban, ha egyetlen egy rossz döntésed van, évekre vagy évtizedekre gajra megy az életed. És abból ebben a felállásban csak egy van. Akármit gondolsz előző életekről, rákövetkező életekről, az en nem kívánja, hogy te higgyél a reinkarnációban, a tapasztalatodnak higgy. Egy rossz döntés, egy rossz mondat, egy helytelen gomnyomás, és évekre padló. Ezt mindenki tudja ebben a teremben. Tehát nagyon jó felkészülni, nagyon jó a szimulátorba beülni, tapasztald meg a belső válságaidat, a reaktív tudatodat, hogyan reagálsz a koanra, hogyan akarod szétzúzni az interjúszoba minden egyes bútor darabját, mert harmadszorra se válaszoltad meg. Jó? Egyéb kérdés? Oké. Okay. Azt kérdezném először öntől, hogy hány évig tanulta a zent? Vagy még most is tanulja? A zent azt nem tanuljuk, a zen útján járunk, esetleges ilyen járulékos ismereteket szerzünk, hogy biztonságban érezzük magunkat, és tudjuk, hogy nem valami őrület az, amit tanulunk, de igazából a zen útján a saját illúzióidat felejted el? A saját berögződöttségeidet oldod fel? Minél többet tettél ilyet, annál nagyobb a rálátásod arra, hogy még mennyi házi feladatod van. És mindenkinek van. Nekem is, akik 50 éve csinálják, azoknak is, mert ha véletlenül az egyénivel végeztem volna, véletlenül talán, akkor rögtön ott van a másik ember. Rögtön ott van az, ami őtőle jön, amivel foglalkozni kell. Mert az én szenvedésem nem áll meg nálam. Áthagyományozom másra. Rávetítem a világra. És ez a másik emberrel ugyanígy van. Amíg a másik ember szenved, nem jártam végig az utamat. Nincs vége. Mert az ő szenvedése elér engem, másokat, az egész világot. Tehát, hogy hány éve foglalkozom a zennel, legyünk diplomatikusak, elmondom, 24. Tehát ez egy ilyen szilárd adat, de nehogy ebből levonjunk bármiféle következtetést. Tehát vannak, akik 20 éve helybe járnak, vannak, akik 20 másodperc alatt rájönnek. Tehát ebből még nem következik semmi. Tanítómnak, a néhai Sungsen zenmesternek megköszönöm azt a felhatalmazást, amit tanításra adott 1999-ben, melyet növendékidő után 2000-ben kezdtem meg. Tehát nagyon sok fázison átmegy itt az ember, de ennyi elég az önéletrajzból, most ti vagytok a fontosak, inkább kérdezzetek ti. A következőt, hogy ön amikor tanítani kezdett, azt valaki megmondta önnek, ugye mestere, hogy innen kezdve taníthatsz. Mert amiről ön eddig beszélt, azt én körülbelül úgy összegzem, hogy valaki jó döntést hoz, vagy rossz döntést hoz, azt valamilyen módon érteni kellene, tudni kellene. Most ki tudja azt eldönteni, hogy amit hoztam jó vagy rossz? Persze, ha jól vettem ki az eddigi szavaiból, nekem kell megvilágosodnom annyira, hogy tudjam, hogy ez jó döntés. Az a szerencse, hogy a világ okozati működése, a karma eredményszemlélete az egyéni véleménytől független. Nagyon jól lehet érzékelni és tapasztalni, hogy egy döntésnek mi a következménye. A beszédemnek mi a visszhangja, a gondolataimnak mi a következménye. Az érzelmekre milyen érzelmek következnek. És hogyha nem az, amit szeretnénk, akkor módosítsunk rajta. A jó és a rossz fogalmát, mint megnevezést, mint minősítést, azt nem csak a zen, hanem minden egészleges út, minden kiegészülésre törekvő út ellenjavalja. A jó és a rossz fogalma rendkívül relatív. Nézzem meg inkább, hogy mit akarok, és ahhoz képest mi valósult meg. Milyen ember szeretnék lenni, és valójában ahhoz képest milyen vagyok. Hogyan szeretnék egy kapcsolatot, egy családot felépíteni, és ahhoz képest milyen családom és kapcsolataim vannak. És akkor megint csak megkülönböztettem, de nem diszkrimináltam. Ez talán a legfontosabb, hogy kivegyük a jónak és a rossznak az iszonyatosan mélyre nyúló gyökerét, mert hogyha ezt nem teszem, akkor az énségemnek a falát ez a malter, ez a kötőanyag tartja össze.
A jóról és a rosszról alkotott abszolút értékűnek gondolt nézetek. És amikor ezek megszűnnek, akkor ezek a téglák is elmozdíthatóak lesznek. Akkor már nem a saját véleményeimre és nézeteimre hallgatok, hanem meglátom az ok és okozat világos, tényszerű működését mind magamban, mind másban, mind pedig az anyagi világban. Egyéb kérdés? A víz az érzi, hogy megisszák. Nem, én szomjas vagyok. És akkor megiszom. A víznek nincs ilyen gondolata, különben már régit kiszökött volna a pohárból, vissza a kancsó, és ez ne igyálta meg engem. Néha ilyet is mondhatna a víz, de nem mond ilyet. Gyönyörű. Van még ilyen kérdésed, Beni? Pedig én szeretném, a legközelebb szólj, jó? Más egyéb? Márkita? Ott hátul. Tessék csak. Nem az a kérdésem, hogy a Zen olvasatában mi a lélek, mi a test, mi a tudat, hogy kapcsolódnak ezek egymáshoz? Nagyon jó a kérdés. Szeretnék egy enyhén strukturális válasszal élni. Ez egy Mahayana buddhista modell, amit a test, lélek és tudat összekapcsolódásáról szeretnék most közölni. És ez egy relatív közelítés. Azért, mert magánban a buddhizmuson belül is vannak más bontások és más szemléletek, és a buddhizmuson kívül is vannak ettől eltérő nézetek. Amit most felrajzolok, az nem jelenti azt, hogy a többi ne lenne helyes, csak azt jelenti, hogy amit én most közlök veletek, az működőképes. Jó? Tehát, kezdjük az elején. Hány darab fizikai érzékszervünk van nekünk? Van szem, fül, orr, nyelv és test, mint tapintás. Tehát kezdjük ezt el innen, hogy 1, 2, 3, 4, 5. Tehát szem, fül, orr, nyelv, test. Na most van valami, ami mindenkiben gondolkodik és szépen gyártja a kognitív képzeteket, és ezt hívjuk úgy, hogy értelem. Mi erről azt hiszük, hogy az agyban manifestálódik, de már tudjuk, hogy nem csak ott. Tehát az a legnagyobb csatolófelület, de nem csak ott van. A testünk egyéb része is képes kognitív jeleket sugározni. Például az intuíciót központja itt van, az érzelemformálásod központja itt van, és az egész test teljes pszichofizikumként, tehát lélek és test egységeként tud működni. De hatodikként ide kell tennünk azt, hogy értelem. Ez az úgynevezett kognitív, analitikus, logikus gondolkodás. Oké? Okay? Aztán majd adok egy metaforát, amitől ez jól elhelyezhető lesz mindenkinek a gondolatvilágában. És amiről már beszéltünk ma, nem egyszer, a hetedik az a dualisztikus tudat, az úgynevezett én csináló, ahol az én képzete megjelenik, és a másé, a jóé és a rosszé. Tehát ez a fajta hetedik, ez ettől lesz a világon polarizált. És ez a megkülönböztető tudat. És erre nagyon nagy szükség van. Tehát ugyanez végzi azt, hogy a testnek mi az a inger, ami jó, mert a túlélését, szaporodását, birtoklását elősegíti, és mely ingerek sértik ezeket az ösztöncsoportokat, és ezért azokat leblokkolom, legátalom. A legfontosabb dolog az, hogy a megkülönböztető tudatban jelenik meg az egoitás, mint képzet. Ezért hívják ezt szanszkritul manasznak, vagy én csinálónak. A hatodikat az pedig vijnánának, ami a kognitív gondolkodásnak a szerve, és itt van a nyolcadik, ami az emlékezés. Ez pedig a szanszkritul az álaja vijnána névre hallgat, ezeket nem kell megjegyezni, ez anélkül is működik, hogy tudnád. Tehát, hogyha ezt az egészet megnézed, akkor a közelmúltban legyártottunk egy olyan berendezést, ami iszonyatosan hasonlít ehhez. Ez a számítógép.
Tehát ez a merevlemez, mert ezen van az összes memória, ezek a kontrollerek, mert ezek döntik el, hogy a jelek hova mennek és milyenek, milyen függvény, milyen művelet és a többi. Ez a CPU, ez az a processzor, ami feldolgozza az egészet, ezek meg a portok, billentyűzet, egér, toll, egyebek, amivel az input-output megjelenik. Kérdezted a szellemet, mert gyakorlatilag, ha ezt így megnézed, nagyjából a lélekkel azonosítható működés az ez. A testtel azonosítható működés, és itt ez nem hiba, ez. Itt egy átfedés van. Tehát ezzel kapcsoljuk a finomabb energiákat, amiket lelkinek mondunk, a testhez. De mivel tudjuk, hogy nem csak itt gondolkodunk, ez az érzelem ugyanolyan fontos, és akkor már idáig lejön. Oké? Most az a legérdekesebb, hogy amit itt mi szellemnek, vagy szellemiségnek, vagy buddha természetnek hívunk, az nem része ennek a 1-től 8-ig terjedő kontinuumnak. Miért? Mert az összes tartalom, ami ebben a 8-ban megnyilvánul, az mind mulandó, függő, relatív, tökéletlen, és a többi. Minden emléked más emlékhez képest létezik, minden megkülönböztetésed más megkülönböztetéshez képest létezik, értelmi és érzelmi konstrukciói ugyanúgy relatívok, és az öt fizikai érzékszerben keresztül beáramló és azokon kikerülő ingerek, ezeket mind befolyásolják. De van valami, ami nem emlék, nem megkülönböztetés, nem gondolkodás, tehát nem értelem vagy érzelem, és nem fizikai inger, ez az a valami, ami ezt az egészet látja. Ezt hívta a Buddha vidyának, látónak, vagy éppen Buddha természetnek, ami nem keletkezik és nem szűnik meg, nem személy vagy más lény, mert minden olyan lény, aki képes a tudatos gondolkodásra, képes annak átlátására is, akármennyire is a világ most mást ugye mutat, de tényleg képesek vagyunk a gondolkodás átlátására és irányítására akkor, ha tudatos. Tehát a tudatosság és a rálátás az gyakorlatilag e fölött van, és látja az egészet, száma nincs, mert nem létezik, vagy éppen nem létezik. Jó? Tehát ez az a modell, amit javaslok, és nem csak én, hanem gyakorlatilag aki a modern zennek a koreai változatát egy kicsit megtapasztalta, az látja, hogy ugye Sungsan Zen Master tanításában ez központi helyet foglal el. Ez a zen iránytűnek az a fejezete, hogy a csak tudat és karma tana, ugyanis ezt az egészet a tudatot teremti. Tehát ez, hogyha megnézed a nyugati szellemi univerzumnak a teljes feje tetejére állítása, akkor azt mondod, hogy ezt az egészet a tudat teremti, ez a tudat benned, bennünk van, és amennyire ezt átlátod, annyira látod át a teremtésedet is, hogy mit teremtesz. Oké? Okay. Egyéb kérdés? Miért teremti a tudat mindezt? Mert gondolom, ő tudja. Én csak azt tudom, hogy ha szomjas vagyok, akkor iszom, ha fáradt vagyok, lepihenek. Tehát ez az egész lét és halál körforgás miért jött létre, ez a 16 meg nem válaszolt kérdéshez tartozott a Buddha részéről. Megint csak a miértek, azok itt nem működnek. Ez vakvágány, zsákutca. A hogyan, tehát ebben a pillanatban hogyan teremtem az életet és a halált? Mi az a szomj, mi az a vágy, amitől ez bekövetkezik? A hogyant meg tudjuk válaszolni, de mindenki a saját tapasztalata függvényében ebben a pillanatban a miértre végső válasz nincs. És ezt a gyerekek is tudják. Miért? És apuk azért, hagyjad már, fiam! Ne macerád anyádat azzal, hogy miért. Érts vagy egyéb. Oké? Okay? Tehát házi feladat csinálni. Tehát azért érdemes ezeket megválaszolható kérdésekre lefordítani, mert akkor tovább jutunk a szellemi úton. Egyéb kérdés? Én a... Már megtenít.
Oké. Okay. Ildi vagyok, és egy olyan kérdésem lenne, hogy ennek a ruhának van-e valami jelentősége, csak azt figyelem, hogy mindig a bal kezeden így igazgatod, hogy ne csúszol le, hogy mondom, hogy a bal kezedet nem engedheted le, hogy ennek valami, hogy ez ennyi, hogy ezt így találták ki, és így van. Néha én is egy kicsikért kíváncsi vagyok, hogy ezt a nagyon-nagyon nem praktikus viseletet hogyan találták ki, de a helyzet az, hogy ez ilyen, mint tudjuk, történelmi hibrid, ezzel a szürkével szeretnék foglalkozni, ez ilyen jó nagy újú, ugye milyen szép, anyag van benne, rendesen. Tehát ez a konfuciánus kínai ugye, tanítói viselet, teljesen konfuciánus fazon, de a színe az taoista, mert az a szürke. Tehát a szürke az a taoizmusból jött be, a fazon az konfuciánus, ez a jó kis vastag lefutó gallér az is. És a lényeg az, hogy ez a kasa, ez viszont a buddhista vagy indiai eredet. Ha megnézel Théraváda szerzeteseket, azok gyakorlatilag köpeny nélkül, csak így egy kis új ingújba, vagy talán atléta újba, és egy ilyen kasa fölül, egy ilyen kasa ott középen, az egy szandál, kész. Tehát ez a Buddha idejéből származó viselet. Ezt úgy hívják, hogy kasa, és ezt ilyen hulladék ruhákból, vagy anyagdarabokból varták össze, és a folyó partján iszappal megfestették. Amikor nem volt elég anyag, akkor bizony, amikor hullaégetés volt, és félretették előtt a ruhákat, azokat fertőtlenítették le, és rakták össze szép, akkurátus öltésekkel, ilyen kasává. Ez nem onnan van. Látom itt, ez egy... Mi történik vele? De az van, hogy ez a kasa, megfelelő kis táblácskák mutatják, hogy régebben nagyjából mekkora darabokból illesztették ezt össze. Ez az univerzális felelősségvállalás. Tehát, mintha az egész univerzumot magadra kanyarítanád, és a te viselkedésed, érzelmeid, gondolataid, cselekedeteid és beszéded ugye univerzális felelősséget tükröznek. Köszönöm. Elég szép házi feladat csak ahhoz, hogy kapcsolódjak a korábbi kérdéshez. Más egyéb bárkit a szívesen. Még azt szeretném én kérdezni, hogy ezeket a válaszokat, amiket kaptunk ma este, ezeket olyan szándék vezérelte, hogy hát 24 órából 25-öt kellene naponta zennel tölteni? Elég a 24. Igen. Hát én úgy érzem, hogy a 25 is kevés lenne. Ebből azt látom, hogy inspirálta a mai előadás. Általában engem szoktak a dolgok inspirálni. Ennek nagyon-nagyon örülök. 24-ből 24 elég. Ne lőjünk túl a célon. És hányszor? Elég egyszer. Jézusnak is volt egy olyan kijelentése, hogy köves, akár hagyd ott a családodat is, mert ezt, jó, hát lehet, hogy ugye nem átlagos az én felfogásom, de mivel én csak magam nevében tudok beszélni, hát körülbelül azt sugallta számomra ez az egész választenger, hogy mindent fel kellene adni ahhoz, hogy ezt valaki megértse. Mit kellene feladni? Hát a megszokott általunk járt utat, hogy úgy mondjam. Tehát amit mi hétköznapokban küzdéssel, ugye, mert az élet egyetlen értelme, hogy pár okos ember megfogalmazta a küzdés, ezt az átlagos küzdést feladva, megtanulni ezt a csodálatos, magas, hát magas szintű értelmet igénylő tanítást. És ezzel egy átlagon felüli küzdésre váltani. Igen, igyekeznénk megérteni a lényeget. Hát jó hírem van, nem kell a hétköznapok küzdelmeit feladni, de érdemes átminősíteni azért, hogy a szellemi útunk részévé és ne akadályá váljon. És ez csak rajtunk múlik. Tehát kezdjünk el jobban odafigyelni arra, hogy mit látunk,
mit hallunk, mit gondolunk, mit érzünk, mit mondunk, mit cselekszünk. Már a figyelem növekedése is ezzel a jótéteménnyel jár. Nem kell 24 órát formálisan meditálni, elég, ha a tudatod tiszta. Az M-kolostorokban napi 3-szori szertartás van, és a 90 napos elvonulásuk alatt napi 8 óra meditáció, szépen bontva 50 perces időszakokra, köztesétáló meditáció, 4x2 órás szakaszra, hajnaltól késő estig. Tehát emberből van mindenki, nem robotból. Ez a jó. Ezt el lehet végezni, ezt a munkát, és ahogy mondtam a ma este korábbi részében, nem kell meghazudtolnod önmagad, nem kell letépned a kapcsolataidat, nem kell az életmódodat megváltoztatni, egyszerűen a tudatodat változtasd meg. A látásmódodat változtasd meg. A szellem látását tisztítsd ki, a benned lévő tiszta tudatot valósítsd meg, és ehhez nem külső változás kell. Nem egy bizonyos hajfrizura felvétele kell. Ez is mellékhatás. Így dobta a gép. De ha már, hogyha ilyen hosszú hajat kellett volna növeszteni ahhoz, hogy szerződést legyen az ember, akkor az van. Jó? Tehát nem külső változásokra van szükség. Nem a hétköznapi küzdelmek elvételére van szükség, vagy a kapcsolatrendszer gyökeres, mesterséges megváltoztatására van szükség. Rád van szükség. A legjobb látásodra, a legőszintébb belátásodra, akkor működik. Ennek van egy formális része és egy informális része, és a legfontosabb meditációs módszer az, hogy merj őszinte lenni önmagadhoz. Az összes zen technika teljesen haszontalan, ha ez az alap nem valósul meg. Jó? Szerintem még már kicsit helyre került, ugye? Annál bonyolultam. Majd leegyszerűsítjük. Mi? Mondd. Akkor elvileg ez megy meditáció nélkül is valakinek, szóval nem mindenképp kell meditálni, nem? Annyira gyorsan, ne rohanjunk a nirvánába. Jó az, hogyha kipróbáljuk a tudat tisztaságát meditációs foglalkozással is. Mert akkor le tudjuk tesztelni, hogy tényleg olyan békések vagyunk, hogy tudunk ülni 30 percet egy helyben? Vagy szétszakít minket mindaz, amiről nem is gondoltuk, hogy a lelkünkben van, de mégis ott tombol. Csak amíg ezt kiadjuk a világban és projektáljuk a szeretteinkre, addig úgy tűnik, hogy az nincs is. De amikor leülsz és magadban néz és megkérdezed, hogy na mi ez valójában, akkor megjelenik. És akkor van mit tisztítani. Tehát ne zárjuk ki a formális meditációt sem, csak állítsuk fel azokat az egészséges arányokat, amelyek a mindennapi életet élhetővé teszik. De nem is úgy gondoltam, hogy mondjuk, aki nem a zenben él, annak lehet az is egy meditáció, hogy elmegyek az erdőbe egy órát magamban sétálni, és ott is jönnek olyan gondolatok. Ez az én véleményem. Csak én kérdezem, hogy mindenképp úgy kell meditálni, ahogy valaki mondja, vagy mindenkinek meg kell keresni nyilván a saját útját. A saját utadat jó, hogyha megtalálod, de hogyha azt mondja, hogy a zen meditációt bármi helyettesítheti, akkor azt először próbáljuk ki úgy, hogy a zen meditációban mit csinálsz, és utána majd helyettesítheti bármi. Egyébként mindenki olyan utat választ, és válasszon, amilyet akar, amihez érzi egy affinitása, vagy egyébként. De most abból indultunk ki, hogy zen meditáció, és hogy ezt helyettesítheti-e valami. Hát nem. Jó, köszönöm. Én még nem próbáltam ki a zen meditációt, csak az na utat. Na majd, hol? És a zen meditációhoz segítség kell, vagy azt egyedül is tudja valaki csinálni? Eleinte nem állt, aztán önálló erőfeszítés, és néha vissza-vissza látogatunk a tanítóhoz, hogy megismerjük-e még. Vagy a szangába, hogy be tudunk-e még illeszkedni. Mert hogyha ekkora nagy buddhák lettünk, akkor valószínűleg, hogy nem tudunk már visszatérni az kis aprócska kis érzékszervhez kötött lénycsoportba. Na, akkor probléma van. Pont ezt akartam. Akkor óriási probléma van, mert valami egész más luftballont fejlesztettünk ki, mint kellett volna, és ez előbb-utóbb kidurran. Tehát vigyázzunk a megvilágosodás lufikkal, mert ez mindig ilyen nagyon veszélyes hidrogéngázzal telt, és akkor puff, egyszer csak a realizációnak a tűszúrása, az kidurrantja a lufit, és akkor így nagyon gyorsan lezuhanunk a realitás talajára. Tehát azért jó nem csak egyedül gyakorolni, hanem közösen, meg látni a tanítót,
meg megoldani egy-két kvant, hogy lássuk azt, hogy valójában a tudat mire képes, attól függetlenül, hogy én mit gondolok magamról. Jó? Jó, köszönjük. Egyéb? Én így a technikákhoz kapcsolódóan, hogy a leborulásról tudnál valamit mondani, annak a fontosságáról, vagy hogyha az ember csinál leborulásokat, akkor van rossz leborulás, ami csak mondjuk torna gyakorlatnak megy el? Helytelen hozzáállás van, rossz leborulás nincs. Tehát ha te a saját buthaságodat akarod erősíteni azzal, hogy leborulsz, akkor ez egy nagyon nagy butaság lesz. És én láttam olyat, hogy valaki 100 napon keresztül 1000 leborulást végzett naponta, és egy vastagabb fallal jött vissza, mint amikor elment. Tehát lehet helytelen hozzáállással gyakorolni. Nagyjából ez így hangzik, majd én megvilágosodom. Mert pontosan ez az énség az, amelyik erre képtelen. A leborulás azt jelenti, hogy a Buddhát magad fölé emeled, a karmádat hátrahagyod, minden énségedről lemondasz, a te kicsi személyiségednél a Buddha végtelen tere, végtelen ideje fontosabb. És amikor teljesen föladtad magad, és az úttá váltál, akkor ébredsz föl. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, és ezt a leborulással ki lehet fejezni, lehet gyakorolni, nagyon jó tudat és energetikai hatása van, csak vigyázzunk a térdünkre. Jó? Még? Igen. Ez a vigyázzunk a térdünkre. Tehát, hogyha fizikai fájdalmak jelentkeznek, ennek kizárólag a mozgásforma az oka, vagy ennek van valami lelki eredete, ha térd, könyök, vagy bármi fája? Lelki oka annyi lehet, mint égen a csillag, de most nem ebbe mennék bele, mert nem a lelki okok vezetnek térdműtéthez, hanem az, hogyha túl lágy a porcszövet, nincs elég omega-3, nem melegítette be a térdet, de nem nyújtottál eléggé, nem jó a vérkeringés, és ezt már lehet úgy, hogy 20 évet csinálod, csak egyszer nem figyeltél körülbelül egy 6-8 hónapig, és akkor kattant egyet a meniszkusz, és csokolom. Tehát persze, hogy van lelki oka, de az a legelején, hogyha rendszeresen csinálod mondjuk napi 108-at, az első 3-5 év alatt kimegy. Egyéb kérdés? Említetted az utat. Tehát, hogy ez a zen, illetve a tanulás, tanítás, ez maga egy út. Akik ezen haladnak, akár simán átlagemberek, vagy zenmesterek, ő előttük ezen az úton van egy adott konkrét cél, ez különböző embereknek különböző szintűje, vagy ilyen cél nem létezik. Vagy ha megvan a cél és azt eléri, utána létezik a út. Az út sosem szűnik meg, mert az emberi szenvedés sokkal, de gyorsabban termeli újra önmagát sem, mint a megvilágosodott tudatok ezt oldhatnák. Tehát ez egy alapvető arány, hogyha megnézed az elmúlt 2500 évet, nem tudtak olyan gyorsan megvilágosodni az emberek, hogy a leszületők a szenvedést ne termelnék újra sokkal gyorsabban. Minden gyakorló számára, aki egy picit belelátott ebbe, nyilvánvalóvá válik, hogy a felébredés és más érzékszervekhez kötött lények segítése az elsődleges. És ez a segítség nem csak az, hogy megpróbálom a dharma hamburgert letuszkolni a torkukon, nem erről szól. Az arról szól, hogy amire nyitottak, amire kíváncsiak, amilyen módon a felébredést megtapasztalhatják, azt tanítjuk nekik. Tehát ez néha csak az, hogy közösen elfogyasztunk egy ételt, vagy elmegyünk egy szótlan sétára, vagy megosztjuk azokat a javakat, amik vannak, és mindannyiunknak szüksége van rá. Vagy egy jó szó, egy érintés. Tehát, ha ezen felül még a dharmát is tudjuk tanítani, az nagyon jó. De ez az esetek tört részében valósulhat csak meg, mert emlékszel, kellő nyitottság és érettség kell ahhoz, hogy ez ténylegesen kinyilvánítható és tanítható legyen. Vannak, akik egész életükben az infantilizmushoz ragaszkodnak, nehogy föl kelljen nőniük. Úgyhogy a cél mindig ugyanaz, és akármilyen élethelyzetben vagy,
ez az élethelyzet nem fogja az utadnak a minőségét befolyásolni. Tehát vannak megvilágosodott világiak és barbárzen mesterek. Az étkezéssel kapcsolatosan, hogy vannak-e valamilyen tiltások, vagy a legfontosabb tanítás itt a nem ártás vagy nem ölés tanítása, és ezért a Mahayana buddhisták túlnyomó része, ha megteheti, akkor nem eszik húst. És rengeteg kivétel van a tibetiektől kezdve az egyéb kultúrákig, ahol vagy nincs más fehérje forrás, vagy esetleg fizikailag mégiscsak szükségük van rá. És ilyenkor az a szabály, hogy minél alacsonyabb tudatszinten kell az életet elvenni, és azt is spirituálisan semlegesíteni, mondjuk egy megbánó szertartással, engesztelő szertartással, egy mantrával. És akkor az a lélek, amit ugye kitéptél a testből azért, hogy a te fizikai léted az folytatódhassék, az kap egy olyan megbékítő energiát, amitől a karmikus visszacsapás az kisebb lesz. Teljesen eltűnni nem fog, de redukálni lehet nagyon jelentős mértékben. És az a további ismeret ezzel kapcsolatban, ezt nem csak a Mahayana buddhisták csinálták, hanem az azt megelőző, vagy azzal paralell létező természetvallású, vagy sámán népek. Mindenki, aki a természettel, a más létformákkal való kapcsolatot átélte és átérezte, pontosan tudja, hogy milyen elképesztően visszafordíthatatlan az élet elvétele. És ezért a Mahayanában, sőt a buddhizmus bármely ágában a legelső fogadalom, amit világiak szerzetesek egyaránt tesznek, hogy fogadom, hogy tartózkodom az élet elvételétől. Mert visszafordíthatatlan. Nekünk, hétköznapi embereknek visszafordíthatatlan. És az étkezés az gyakorlatilag innentől kezdve ezen szabályrendszer szerint szépen lebontható kultúrára a helyzetre, és egy olyan kitétel is van, hogy ami bemegy a testbe, az kevésbé fontos, mint ami a lélekből kijön. Tehát nagyon sok gondot fordítunk arra, hogy megfelelő vegetáriánus vagy vegán étket fogyasszunk, és jól tartsuk a testet, és közben a lélek hogy viselkedik. Tehát nézzük meg, hogy mi a fontos, hogy milyen gondolatokkal és érzelmekkel tápláljuk a világot, és ne csak azt követeljük, hogy a világ milyen tiszta étellel tápláljon minket. Most. Benne párkapcsolatban, akkor az Zen útján mégiscsak úgy tűnik, hogy nehezebb járni. De ez miért? Hát nem, nekem nehezebbnek tűnik. Mert tényleg az, de miért? Nem tudom, hogy ezt most miért kérdeztem, de úgy gondolom, hogy akkor ez nagyon nehéz. Biztos szívből jöttne olyan gyorsan, mint a karikás. Szóval az úr kérdezett, és ahhoz kapcsolódna, hogy ő... Szóval nehezebb, én úgy gondolom. Hát de, vagy átlátom a nehézségeket, és akkor úgy tűnik, hogy több van. Úgyhogy megpróbálom eltakarni... Hát biztos, hogy több van. De azok végesek. Az a jó, hogy nem végtelenek a nehézségek, hanem végesek. Minél hamarabb látom át őket, annál jobban tudom őket kezelni. Csak egy kis harcművész tapasztalatot hadd osszak meg. Még a legjobb, legsok danosabb és legfeketébb öves harcművészt is egy kevésbé képzett tömeg ripityára tud verni. Ha túl sok problémát akarunk egyszerre megoldani, akkor úgy tűnik, hogy az átlátással van a hiba, mert túl sok problémát szeretnénk magunkra és a másikra szabadítani, és egyszerre ezeket nem tudjuk megoldani. Ilyenkor, ha a sokdanos harcművész nincs eltelve a saját képességeitől, akkor rohan, fut, de nem fejvesztve menekül, hanem becsalja a sikátorba ezt a tömeget, ahol mondjuk maximálisan két ember tudja egyszerre követni, és megáll a végén, és szép, lassan leveri őket, mint vakapoharat. Elképesztő erővel. Tehát az átlátást azt úgy kell gyakorolni, hogy ne akadályozza a probléma megoldást, hanem segítse. És ekkor van az, hogy meglátom nem csak azt, hogy mi az a probléma tenger esetleg, de nem gondolnám, hogy így lenne. Ami a párkapcsolatban benne van. És akkor... a pároddal megállapodsz abban, hogy szívem, ez a legfontosabb, mert mind a ketten így gondoljuk, így érezzük.
utána kevésbé fontos, még kevésbé fontos, aztán majd valamikor megoldjuk. Most ez a prioritás, ez ad egy olyan tartást, egy hierarchiát a kapcsolatnak, amely mentén a lojalitás, a szeretet, az egymáshoz tartozás, ezek a nagyon komoly személy közötti értékek, ezek fenntarthatók, miközben a problémát megoldjuk. Nem közömbös. Úgyhogy mindig annyit, amennyit éppen el tudunk fogyasztani, meg tudunk oldani. Ennyit vegyünk magunkra, és közös erőfeszítéssel. És utána szünet. Nem probléma megoldó robotok vagyunk, hanem emberek. Utána tegyünk egy sétát, itt vannak az Alpok. Jó? Lazítsunk. És utána újult erővel, és az egymáshoz tartozás felfrissült érzésével térhetünk vissza a mindennapi életbe. És utána, amikor ismét térés idő mutatkozik rá, mielőtt a válság üt, azelőtt, tessék az újabb problémát megoldani. Ismét közös egyetértéssel. És úgy megy. Jó? Köszönöm. Szívesen. És hogyha mocorog még valakiben valami, az gyorsan megtárgyaljuk. De azt érzem, hogy ez a kérdés egy gyönyörű fejezet záró volt, és nem szeretnék visszajönni a tisztelt hallgatóság figyelmével, mely most már majdnem 2 órája folyamatos. Úgyhogy szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmeteket és jelenléteteket. Beni, mit akarsz? A mikrofonnál mondjuk gyorsan. A víznek mi az a természete? Gyere, igyál. Hát akkor nem fogod megtapasztalni az alaptermészetét. A víz megmondja. Én nem tudom. Szeretnéd? Na majd otthon. És akkor a narancslének a természetét fogod megtapasztalni. Úgyhogy szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és szeretném azt a szívbeli kívánságomat kifejezni, hogy mindegyikünk válassza meg a saját útját, ami annak az egyszerű ténynek a felismerés, hogy mulandóak vagyunk, és a születés és halál kapui között, akár tetszik, akár nem, egy egyirányú utat járunk az időben, de a térben és a lélek döntéseiben mindig is válthatunk irányt, mindig is felvehetünk új szándékokat, új akaratot, és egy új irányba terelhetjük a lényünket, és ezzel segíthetünk magunknak és másoknak egyaránt. Úgyhogy ezt a gyakorlatot, amely független a formáktól és vallásoktól, amely a lélek tisztaságát, a tudat tisztaságát elősegíti, ezt a gyakorlatot végezzük együtt, magunk módján, és kívánom azt, hogy mindannyian érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!